Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Heti TV hírműsorát látják. A közép-európai országoknak a kontinens jövőjéért viselt felelősségéről, az EU új tisztségviselőinek kiválasztási folyamatáról, valamint a soron következő cseh V4 elnökség programjáról is egyeztetett Orbán Viktor magyar, Peter Pellegrini szlovák, Andrej Babis cseh és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök Budapesten, a Karmelita Kolostorban. Az informális találkozón a kormányfők egyetértettek abban, hogy a V4 együttműködés meghatározó szerepet játszik Európa jövőjének alakításában. A visegrádi országok vezetői tudatában vannak e felelősségüknek, ezért aktívan vesznek részt az Európai Unióval kapcsolatos vitákban, ideértve a személyi kérdéseket is. A csütörtöki egyeztetésen megállapodtak abban, hogy a jövő heti uniós csúcs találkozón a V4-ek közös álláspontot képviselnek, mind a személyi vezetői, mind a tartalmi ügyek tekintetében. A visegrádi országok olyan jelölteket támogatnak az Európai Unió vezető tisztségeire, akik megfelelő tapasztalattal és felkészültséggel rendelkeznek, és akik tisztelik a közép-európai népeket, valamint a V4 együttműködést. Kifejezett elvárás tehát velük szemben, hogy a közös európai döntések meghozatalakor mindig vegyék figyelembe a közép-európai szempontokat és érdekeket. Nem kapott konkrétumokat a közigazgatás, az önkormányzatok és a szociális ágazat a jövő évi bérfejlesztésről az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács legutóbbi ülésén, mondta a magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke. Boros Péterné elmondta, szerdán az OK-t ülésen a közszolgálati keresetnövelés volt a téma a 2020-as költségvetés tervezete alapján. Hozzátette, a központi közigazgatásban 11 év után átlagosan 30%-os keresetnövekedés volt, de az alapszabadság csökkentése és a munkaközi szünet munkaidőn kívülre tétele miatt ez csak 22%-os emelkedésnek felelt meg. Közölte, fenntartják követelésüket, hogy a területi közigazgatásban, ahol még rosszabb a munkavállalók helyzete, 30%-kal növeljék a dolgozók fajlagos keresetét, kerüljön vissza a munkaközi szünet a munkaidőn belülre, és álljon vissza a 8 órás foglalkoztatás. A médiatörvény módosítására benyújtott új kormányzati javaslat a Fidesz média pozíciónak megerősítéséről, bebetonzásáról szól, értékelt Kunhalmi Ágnes, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának szocialista alelnöke. Hangsúlyozta, már az MSZP szerint az egész hatályban lévő médiatörvény kukába való, a jogszabály mostani módosítása tovább ront a helyzeten, tovább korlátozza a sajtószabadságot, és azt célozza, hogy depolitizálja a társadalmat, ellehetetlenítse az emberek hozzáférését a valódi hírekhez. Az előterjesztés szocialisták által kifogásolt pontjai közül kiemelte azt a javasolt változtatást, amely eltörölné a reggeli kötelező hírtájékoztatást a tévékben, az estit pedig 45 percben korlátozná. Kunhalmi Ágnes ezt a szerkesztői szabadság és az ellenzéki média megjelenések szűkítésének tartja. Megkezdte működését a Magyar Honvédség Kiberakadémiája a Szentendrei Alszti Akadémián. Benkő Tibor, honvédelmi miniszter, a kiberképzési központ bemutatóján azt hangsúlyozta, hogy napjainkban már minden elektronikusan működik, az orvosi ellátástól a közlekedésen át a nyilvántartásokig. A kibertérben működhetnek például blokkoló rendszereket, amelyek kihathatnak a műveleti feladatok végrehajtására, de akár az állami működést is megzavarhatják, közölte. A miniszter példaként említette az orosz-ukrán konfliktust, ahol megjelent a hibrid hadviselési forma. A kibertérben is voltak műveleti tevékenységek, a NATO varsói csúcs találkozóján a szárazföldi, a légi és a tengeri hadműveleti szintér mellé felvették a kiberteret is. Novák Katalin, az Emmi család és ifjúságügyért felelős államtitkára, a Fidesz alelnöke a Heti TV Pirkadat című műsorában beszélt a nagycsaládosokról, a gyermekvállalás fontosságáról. Az államtitkár arról beszélt, hogy ma már a nagycsaládosok végre emelt fővel járhatnak, a régi rossz sztereotípiák már mulandóban vannak, pedig azt is lehet látni, tette hozzá, hogy az elmúlt 2000 évet és végignézve egy teljesen abnormális időszakban élünk, hiszen kevesebb a gyerek, mint amennyi szülő van. Ez amiatt is alakult így, hogy egyre fontosabbá vált az egyén, ahol minden az egyéni sikerekről szól, pedig ugyanolyan feladatok vannak egy gyermek esetén, mint többnél.
A nagycsaládosoknál ez nem jelent problémát. A politikus szerint, ahol erős a hit, ott ilyen típusú kérdés fel sem merül, hiszen ezek az emberek családban gondolkodnak. A probléma az, hogy annyi minden más hatás éri a mai fiatalokat, ami nem ezt erősíti bennük. Példaként hozta fel azt a szemléletet, amely szerint a fiatalok úgy tudják az ökológiai lábnyomukat csökkenteni, ha kevesebb gyereket vállalnak, és ez a káros felfogás manapság igen nagy teret tud nyerni. Mindezek ellen a kormány azt tudja tenni, hogy elismeri azokat, akik felelős módon gyermeket vállalnak, emelte ki Novák Katalin, majd hozzátette, a felelős módon jelző fontos, hiszen bár az állam sokat segít, de nem az ő feladata a gyermekek felnevelése. A felelősség a szülőké, ami persze nem egyszerű dolog, mindazok ellenére, hogy szép és hálás feladat. Nem könnyű meghozni a döntést az elköteleződésről, ahogy utána a nevelés sem könnyű, nyilatkozta. Külpolitikai híreink. Hárman estek ki a kormányzó brit konzervatív párt vezetőválasztási szavazás sorozatának csütörtökön tartott előfordulójában, amelyben a legesélyesebbnek tartott jelölt Boris Johnson volt külügyminiszter kapta messze a legtöbb voksot. A távozó Theresa May miniszterelnök pártvezetői tisztségéért folyó versengésben 10 jelölt indult. A mezőnyt az alsóházi konzervatív frakció sorozatos szavazásokkal 2 főre szűkíti. E szavazások első fordulóját tartották csütörtökön, a továbbiakat jövő kedden, szerdán és csütörtökön tartják. A csütörtök előfordulóban, amelyben a 313 fős frakció létszám minimum 5%-ának megfelelő számú voksra volt szükség a bennmaradáshoz, Mark Harper, Esther McVie és Andrea Litsam esett ki a versenyből. Boris Johnson 114 szavazattal végzett a mezőny élén. Identitás és demokrácia néven alakít új közös frakciót az Olasz Liga és a Francia Nemzeti Tömörülés vezette szövetség az Európai Parlamentben. A jobboldali csoportnak, amely az előző ciklusban Szabadság és Nemzetek Európája néven működött, 73 képviselője lesz az Egyesült Királyság uniós kilépésének halasztása miatt egyelőre, ismét 751 tagú testületében, nagyjából 2-szer annyi, mint korábban. A frakciónak 9 tagpártja van, a Matteo Salvini vezette Liga és Marine Le Pen vezette EREN után a legnagyobb a német Alternatíva Németországért. Benne van az osztrák Szabadságpárt és a belgiumi Flamand érdek is. A képviselőcsoportot az olasz Marco Zanni fogja irányítani, első helyettese a francia Nicolas Bay lesz. Valamint helyettese lesz Jörg Müten, az AfD politikusa is. Zanni közölte, hogy Salvini nem tudott részt venni az eseményen, de támogatja a kezdeményezést. Orosz harci repülőgépek csapást mértek Idlib tartományban militánsok állásaira, ahonnan tűzérségi eszközökkel támadták a török hadsereg megfigyelő állását, közölte az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint az orosz légierő török kérésre a török fél által megadott koordináták alapján 4 bombacsapást hajtott végre. Ezek Domkak település és Jebel Taverta magaslat környékén militánsok nagyobb csoportosulásait, tüzérségi állásokat semmisítettek meg, amelyekről a török megfigyelő állást lőtték. Idlib tartományban orosz kezdeményezésre, több közvetítéssel, szerdán teljes tűzszünetről szóló megállapodás lépett életbe a feszültségcsökkentési övezet területén. Az orosz hadsereg szerint ennek következtében a militánsok tüzérségi aktivitása jelentősen alábbhagyott. Reagálva a gázai övezetből Izrael déli részére kilőtt rakétára, az izraeli légierő csütörtökön légicsapást hajtott végre az övezetben. Az izraeli védelmi erők szerint a vadászgépek a gázai övezet déli részén egy bázis területén lebombázták a Hamas terrortervezet föld alatti terror infrastruktúráját. A nyilatkozat megjegyzi, a légicsapások megtorlásul szolgáltak az Izraelre kilőtt rakétáért. Az izraeli hadsereg irányelvéhez hűen a gázai övezetet irányító Hamas terrorszervezetet teszi felelőssé minden támadásért, ami az övezetből ered. Csütörtökön nem sokkal éjfél után megszólaltak a rakétára figyelmeztető szirénák az Eskol régióbeli Nirim közösségben. Az izraeli védelmi erők Twitteren közölte, hogy egy rakétaindítást azonosított a gázai övezetből Izrael felé. A rakétát a vaskupola rakétavédelmi rendszer szétlőtte. Sérülésről vagy anyagi kárról nem érkezett jelentés. Gazdasági híreink. A német gazdaság a korábban vártnál
jóval lassabb ütemben fog növekedni, megáll a munkanélküliség csökkenése, és a költségvetési aktívum is mérséklődik, írja az idén már másodszor módosított konjunktúra prognózisában a Kieli Világgazdasági Kutatóintézet. A Kieler Institut für Weltwirtschaft előrejelzésében azt írja, hogy Németországban a GDP az idén 0,5%-kal nő, a korábban várt 1,0%-kal szemben, jövőre pedig 2,0% helyett csak 1,8%-ra gyorsul fel a növekedés. Ez a legalacsonyabb növekedés 2013 óta. Az IFV márciusban már 1,8%-ról 1%-ra szállította le idei növekedési prognózisát. A jelentés szerint a munkanélküliség csökkenés megáll, és a költségvetési aktívum 33 milliárd euróra esik vissza. Híreinkről bővebb információt a www.brajerpress.com, illetve a hetitv.hu oldalon olvashatnak. Maradjanak velünk, következik az időjárás jelentés. Hazánkban pénteken délelőtt a legtöbb helyen alig lesz felhő az égen, de a hegyvidékek területén beindul a gomoly felhőképződés. Számottevő csapadék nem várható. Délután folytatódik a hőség, a sok napsütés mellett helyi záporok, esetleg zivatarok frissíthetik fel a levegőt. A szél napközben mérsékelt déli lesz. Hajnalban 14-23 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 28-33 fok között alakul. Késő este 22-28 fok lesz. Pénteken sem érkezik front, folytatódik a hőhullám, ami leginkább a szívbetegeket és az időseket terheli meg, de az extrém hőterhelés már az egészséges szervezetet is kimeríti. Gyakoriak a vérnyomáspanaszok és a rosszul lét is. Emellett sokaknál fáradékonyság, dekoncentrálság jelentkezhet. Fennáll a napszúrás és a hőguta kockázata. Emellett a nagyon erős UV-sugárzás hatására fokozott a leégés. Én köszönöm figyelmüket, legyen szép hétvégéjük, a viszontlátásra!